Mindenkit szeretettel köszöntök a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozatának a rendezvény sorozatán. Keddi Kaleidoszkóp címmel beszélgetés sorozatot tartunk, a szervezünk már harmadik éve képzőművészeket, illetve az akadémiában képviselt minden műfaj képviselőit megszólaltatjuk. Ma este Stefanovics Péter képzőművésszel, a képzőművészeti tagozat vezetőjével fog beszélgetni, Szurcsik József, aki szintén képzőművész, nyilván ismerik őket a legtöbben, ő is a Művészeti Akadémia tagja. Stefanovics Péter Munkácsi díjas és érdemes művész, számtalan tevékenység párhuzamos folytatója, nem csak a képzőművészeti tevékenysége mellett a tanítás és a különböző szakmai szervezetekben való részvétel is fontos részét képezi az életének. Érdekes módon ugyanazt mondhatjuk el Szurcsik Józsefről, aki szintén főállású oktató, ő a Magyar Képzőművészeti Egyetem docense, illetve jelenleg tudományos rektor helyettese is, és azon kívül ő is aktív képzőművész természetesen, és társadalmi szervezetekben is dolgozik. Sőt, még egy tulajdonképpen művészeti módon is párhuzamot lehet vonni az ő munkásságok között, ez pedig a szemlélet, és ez pedig a röviden abszurdnak, ironikusnak, groteszknak, sokszor szürreálisnak elnevezhető szemlélet. Jelenleg áll egy kiállítása Stefanovics Péternek a Bartók 32 galériában, Áve címmel. Többek között, vagy főleg erről fognak beszélgetni a kollégák. Parancsoljatok! Nagyon nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket, és Miklós gyakorlatilag mindent elmondott Péterről, amit én is szerettem volna. Úgyhogy akkor nem mondom, hogy a beszélgetésnek vége, de hát nagy tisztelettel köszöntöm én és Stefanovics Péter képzőművész barátomat, és azt pedig megköszönném, hogy pont rám gondoltál, hogy a mai este így együtt itt ennél az asztalnál egy picit beszélgessünk tulajdonképpen. Valóban úgy, ahogy a Miklós említette az Ave című kiállításod kapcsán, ami egyébként január 16-án nyílt, és február 8-áig még megtekinthető ez a kiállítás. Tehát egyrésztről azokról, nem mondom azt, hogy törekvésektől, de művészeti, Péter művészeti gyakorlatáról, és némi, pszichés hátteréről is beszélhetnénk, hogy hogyan is készülnek ezek a művek, és miért is dolgozik ma egy képzőművész. De mielőtt ebbe belekezdenénk, elmondanám azt is, hogy mondjuk ezzel a kiállítással kapcsolatban a Bartók 32-es kiállításod megnyitóján mivel is találkozhatott a közönség. Annál is inkább érdekes ez egy picit visszatekinteni erre a 2-es megnyitóra, mert hát ezen a tárlaton Fekete György elnök úr bevezetőjét követően Gály József foglalta össze, valamint terelte némi filozófikus mederbe mondandóját, és tárta élőben megfogalmazott megnyitó beszédét a kiállítás megnyitó közönsége elé. És Gály József Stefanovics Péter művészetének nem csak eredményeit, hanem alkotói indítékait is megfogalmazta. A mélységében értelmező szövegében több jelenséget is összefoglalt, és megfejtésre kínálta számunkra. És akkor itt jegyezném meg azt is, hogy a kiállításon bemutatott műveket az MMA támogatásával egy nagyon szép kiadványban is összefoglalták, és összefoglaltátok, amely Abafai Deák Csillag és Kölüss Lajos alapos, finoman értelmező és meglehetősen alázatos, kiváló közös munkáját dicséri. Itt a könyv, amit Péter megmutatott. És ezt is elárulhatom, hogy aki még ellátogat a kiállításodra február 8-áig, az esetleg ebből a könyvből ugye kaphat a helyszínen, úgyhogy mindenképpen ajánlom. És megemlíteném a könyv grafikai tervezőjét is, aki szintén itt ül körünkben, Alapfi Lászlót,
és a könyvet kivitelező kapitális nyomdát is, hiszen nagyon szép munkát végezte. Ők Debrecenben vannak, most nincsenek itt. És hogyha már engem az influenza tulajdonképpen leterített, de most igyekszem feléledni erre az estére, és hogy túl nagy bajba ne kerüljünk, ezért leírogattunk Péterrel néhány dolgot, amiről mindenképpen szeretnénk szót ejteni. Úgyhogy ez nem felolvasásos történet lesz, de mindenképpen néha be kell pillancsak a jegyzeteimben. A művészeted egyik fontos jellemzője, kedves Péter, hogy kifejezetten gyakran dolgozol jelképekkel. Miért tartott fontosnak az emblematikus fogalmazást? Én is köszöntök mindenkit, aki eljött erre az estére, és Józsefnek is megköszönöm, hogy bár nem igazi a hangja, de mégis itt van. És meg kell mondjam, hogy úgy néz ki, hogy egy olyan háromnapos konferenciára való elméleti kérdést tett föl. Én igyekeztem röviden megválaszolni egy-egy mondattal őket, de majd valószínű, hogy kifejtésre is sor kerül, ahogy én ismerem, mindig rá fog kérdezni erre-arra. Most ugye ezt a leegyszerűsítő vagy összefoglaló témát, illetve képformálást vagy elformálást teszi föl, emblematikus kérdéseket. Hát azt gondolom, hogy az emberben talán korral is jár a leegyszerűsítés, meg a hangsúlyozás. Talán kevesebbet beszélünk, és igyekszünk megtalálni a pontos kifejezéseket, a lényeget, és talán ehhez hasonlítható az is, hogy lesz valami kivonatos, és talán a tartalom mégis megmarad benne, és vizuálisan ezért egy jellé válik, vagy jegyekké, és hát ezek jelenthetik talán a választ így röviden bevezetésképpen. Azért is érdekel ez a kérdés, hogy egy picit még faggatnálak a tekintetben, mert nem is olyan nagyon régen, helyesebben szól, hogy a közeli, nagyon közeli múltban volt egy életmű jellegű nagy kiállításod a Műcsarnokban, ami számomra azért is volt érdekes, mert itt ez a fajta emblematikus fogalmazás ezeken a műveken keresztül feltétlenül jelen volt, sőt nagyon-nagyon nagy erővel képviselte tulajdonképpen azt a fajta szellemiséget, amiben te évtizedek óta kiteljesíted a művészetedet. Most az is érdekes nekem, hogy a Műcsarnoki kiállítás és az AVE című kiállításod között eltelt időszakban stefásak a művek, az új művek, de mégis érzek valamiféle változást. Mit gondolsz erről? Mi ez a változás? Hogyan, jó, ott a Műcsarnokban valóban korai képek, gyakorlatilag a pályád elejéről származó részkarcok, nyomatok, és nagyon örülök neki, hogy ezeket megmutattad a Műcsarnokban, kisebb-nagyobb művek, egészen a digitális munkáid. Nagyon gazdag volt ez a válogatás. Itt az AVE kiállításon pedig egy picit csavartál ezen a történeten. Tehát, amikor rajzolsz és festesz, és számítógépen tervezel és alkotsz, akkor hogyan formálódik nálad a mű? Hogyan lesz végül a műtárgy tulajdonképpen végeredmény? Hogyan ölt végül is testet ez a mű? És az elképzeléseidhez képest változik-e például a kép az alkotás során, vagy pontosan megvalósítod, amit előre kitaláltál? Az utóbbira válaszolnék először. Van egy olyan, talán nem is olyan régen megtapasztalt, vagy használt, vagy magamban felfedezett, hát nem képesség, ez inkább egy belemesélés, hogy ilyen képességem van, de látom magam előtt a kész munkát, miközben még csak egy gondolat töredék van. Nem igen csinálok vázlatokat, inkább magamra bízom már, mint a maradék szürke állományra, illetve hát a fotóra, amit azért használok sok évtizede, hogy mi az, ami elkezd dolgozni és építkezni, és aztán egyszer csak ott látom a munkát, és akkor már csak azt kell kitalálni, hogy milyen technikával, arányokban,
a fizikai közegben, amiben éppen az ember van, tehát technikai hozzáférések és egyebek mentén döntöm el, hogy mi legyen belőle, vagy hogy legyen. Természetesen van, szól vissza a munka, az teljesen normális és természetes, és hát vannak esetek, amikor jelképesen gondosan össze kell gyűrni és bedobni a kosárba, de... Ez gyakori nálad, hogy a kosárban végzi egy elkezdett? Hát az ember mindenen túllép igazából, hogy aztán kicsit visszatekintve időben mégis hogyan értékeli ezt, az egy másik dolog. Azért is örülök, hogy elvált az a beszélgetés, mert ugye 2 évvel ezelőtt a műcsarnoki válogatott kiállításnak a társszerzője voltál, segítettél válogatni, és így jobban át tudod tekinteni. Lényegében itt is egy olyan gondolkodás mentén mentek a válogatások, hogy akár 30 év távlatában mégis mi az, amit mégis tegyünk föl, akármilyen kisméretű, vagy csoportosan felrakott, talán emlékszel, az első teremben volt ez az úgynevezett panaszfal, ahol sok minden rajta volt. Na, lényeg az, hogy így működik ez nálam, de ez nem csak erre vonatkozik, jóval korábban a díszlettervezői, látványtervezői munkáimnál is az volt a lényeg, hogy láttam a színpadot, már úgy, ahogy szerettem volna, és utána hát jött az apró technikai feladat, hogy adott esetben lakatosoknak, asztalosoknak ezeket részletrajzozni, és akkor bekerül, és akkor utána átkerül a festőterembe, és így tovább, és így tovább. Jó, hát ennek voltak előzményei még a főiskola előtt. 3,5 év az operaházban magam festettem a díszleteket, már természetesen a tanult kollégákkal, idősebb mesterekkel, és tőlük tanulva, de ennek ez volt a folyamata. És ez a belső látás, ha lehet így mondani, az úgy megmaradt. Természetesen, ha éppen digitális technikával, számítógépes elképzelésekkel, fotó alapon indul az ember, akkor gyorsabban és mondjuk kegyetlenebbül tud elbánni a munkáival. Nagyon gyorsan tud váltani méretben, belső arányokban, színezésben, faktúrában és egyebekben. De ha hagyományos manuális munka készül, akkor is megvan ennek a módja. Legfeljebb tényleg az van, hogy az ember félreteszi. Most egy picit még rugóznék ezen a műcsarnokon. Tehát, hogy ott a műcsarnoki kiállítás tanulságai számodra vezettek, egy sorvezető volt aztán neked az új munkáid tekintetében, vagy teljesen független, lezártál egy korszakot, és ott folytattad, ahol egy új kezdetet kívántál. Valóban ezt magadnak. Ezt nem válaszoltam meg. Azt gondolom, hogy ez egy olyan szakasz lezárása volt, vagy legalábbis egy teljesen normális megtorpanás jelképesen, hogy itt most eljutottunk a régmúltból a máig, 2 évvel ezelőtt, és onnan nincs program tovább, meglátjuk, hogy mi az, ami foglalkoztat. Ahogy ez az anyag összeállt, az egy 2 év időben, de nem tudatosan és nem tervezve, de mégis voltak alapvető indítékai, például a korfui fotósorozat, ugye, amelyik így utólag, nem különösebben lemagyarázással, de mégis utólag jelentősnek tűnik, és valahol egy ilyen vezérfonal volt, de a műcsarnoki kiállításból nem vezetett tovább semmi, ha csak az nem, ami az ottani utolsó munka, ha emlékszel, ez a őrzők, 2 nagyméretű szabálytalan formájú nyomat, ahol azt próbáltam egy látványban, egy munkában egyesíteni, ami talán az európai kultúrkörben a legrégebbi kézműves sokszorosító grafikai technika, a fametszet, dúc, a magasnyomó dúc, és egy digitális formarendszer összeolvasztása, és tulajdonképpen ez izgat is még, úgyhogy van olyan munkám, ami még ezzel foglalkozik, egészen frissen, meglátjuk, hogy kivitelezhető-e, és hogy mikor,
és milyen céllal, milyen alkalommal, ami mondom a tradicionális technikákat, kézműves technikákat egyesíti ezekkel a digitális lehetőségekkel. Úgyhogy a válasz az, hogy a műcsarnokból nem vezetett egy egyenes ösvény, hanem itt egy újabb gócpont keletkezett az AVA körül. Szakrális kegyhelyek, keresztény úti és elhagyott oltárok, ilyesmiket gyűjtesz, fotózol és formálsz meg gyakran, főmotívumként tulajdonképpen a képeidben. Ott van mindig az ember, ott van Isten, a szakrális vagy éppen profán viszony egymással való viszonyában, vagy viszonyulása hittel. Ott van az elhagyott ember, és ott van az elhagyott Isten is. A mulandóság és benne foglalva egy kifejezetten rád, Stefanovicsra jellemző előadásmód, ami persze nem stilisztikai kérdés szerintem, de mindenképpen összetéveszthetetlenül stefás. Itt át lehetne kapcsolni, azt hiszem elég természetesen részben az irodalomra is, legalábbis érintve azokat. Volt szerencsém sok komoly emberrel találkozni, akiktől sok mindent el lehetett lesni részben a szakmában, részben azon túl, főleg a szellemi vonalon. Így például a Nejemmel együtt szerencsénk volt 1980-ban Pilinszky János egyetlen drámai művét színpadra állítani a Várszínház refektóriumában annak idején, mindig éjjel dolgoztunk. És hát Pilinszky János egy egész különös érzékeny lélek volt, és a darabja is valami olyan, meg sem fogalmazható pontosan, hogy mi volt az a körülbelül 50 perc, ami ott lezajlott, amit Már Gyula rendezett, Iglódi István volt a főszereplő, a medve, Töröcsik Mari volt a nő a kertben, és az egésznek volt egy ilyen, már csak az éjszaka miatt is, mert hát ugye többnyire eléggé el voltunk lazulva, főleg a nálunknál idősebbek már azért éjjel egy-kettő fele, úgyhogy olyan más állapot volt, de így volt szép. És még egy történet, minde tartozik, hogy János még véresebb szemmel és még halkabb, szótlan állapotban érkezett meg az egyik este, 11-kor kezdtünk mindig, de egyáltalán nem szólalt meg, és meg sem mozdult. És hát senki nem merte megkérdezni, hogy miért nem. És aztán nagyon halkan annyit mondott körülbelül 11:30-kor, hogy menjünk haza. Meghalt Nagy Laci. És akkor hazamentünk. Aznap éjjel nem volt próba. Ilyen és ehhez hasonló nagyságrendű élmények éltek, hogy kicsit vidámabban folytassam. Keresztanyám férje, Hosszú Ferenc volt az első Bohumil Hrabal fordító. Hát a fióknak fordított, mert megvoltak a fordítások, de nem engedték kiadni. És hát nem tudom, ki emlékszik a mondjuk a 60-as évek körüli időkre, kevés volt a WC papír. Később ebben az élménnyel Romániában is találkoztunk, de ez már csak egy érdekes párhuzam. És keresztanyáméknál az átütő papír, ugye, ami a körülbelül 4.-5. példány volt a régi írógépen Indigóval, hát a feleslegessé vált példányok ugye gyakorta praktikus felhasználásra leltek, és hát én ott olvastam Rabalt. Üldögélve, szószoros értelmekben, és nagyon jókat szórakoztam, ugye a Bambini di Prága. Részleteiben olvastad. Igen, hát igen, negyedre volt vágva, úgyhogy Bambini di Prága, az volt az első novellás kötet, hát elég sokat tartózkodtam a kis helységben, mert nagyon jók voltak ezek a szövegek. Szóval ezek az érdekes élmények összeadódtak, és hát aztán az Operaház, ahol azért mégis lehetett találkozni igencsak nagyméretű felületekkel, hát hogy mondjak egy konkrét példát,
18x26 méteres volt a háttér az operaházban. És ez sokszor figurális háttér volt, és be lettünk dobva egy nálam már valamivel idősebb, de mégis fiatal kollégával hirtelen, amikor az öregek elmentek nyugdíjba, hogy hát vessük már még a díszletet, ami ráadásul figurális díszlet volt ebben a felületben. Az ember úgy kóvájgott ezen a közel 300 négyzetméteren, hogy azt se tudta, hogy hol tart. Szóval ehhez is nagyon hozzá kellett szokni, de hát ahogy telt az idő, egyre inkább hozzászoktunk ahhoz, hogy ami a terben 4 cm, az valóságban 1 méter. Ugye? Egyébként ez egy hatalmas kaland volt, Péter, neked, mert nagyon sokszor beszéltünk erről az időszakról, és jó magam is jártam ugye abban a műhelyben, az operaházban, ahol ti korábban évekig dolgoztatok, sőt egy projektet szerveztetek oda, ahol a kortárs művészek néhányan dolgoztak itt, és találkozhattak ezzel a fantasztikus körülménnyel, mert azt, aki ilyet nem csinált, az gyakorlatilag el sem tudja képzelni, hogy gyakorlatilag az alkotó belemászik, fizikailag belemegy a képbe, belegyalogol a képbe, és egy hosszú nyeles ecsettel gyakorlatilag állva sétálgat és festegeti a részleteket, majd fölmegy egy állványra, és onnan letekintve azt mondja, hogy hú, de elrajzoltam a fülét a szereplőnek. Na mindegy, most visszatérve az AVE kiállításhoz egy picit két, mert hamarosan azt gondolom, hogy érdemes vetíteni is erről a kiállításról, hogy a hallgatóság szembesülhessen ezekkel a művekkel. Itt azt mondtad a saját kiállításoddal kapcsolatban, de le van jegyezve nekem, hogy úgy gondolom, hogy az alkotás egy személyes játszma. De ha nem von be körébe másokat, akkor zárvánnyá válik. Ez nem lehet célja. A viszonylagos szabadságunkat, mivel társadalmi közösségi lényként vagyunk a létbe vetve, munkáinkban felelhető összefüggéseken keresztül tudjuk megélni, felmutatni. És hát most akkor nézzünk képeket. Igen, azt gondolom, hogy ha nem is az egészet. És aztán legalább kérdezek. Jó, hát a kérdéssel küldtél szép számmal, úgyhogy én meg majd rövid válaszokat adok, ha direkt átformálom a kérdéseket, hogy ne tudjon felkészülni. Ne az előre megalkotott válaszokat. Nem szerkesztettem át a sortávolságot, mert írhattam volna kisebb novellákat is, de direkt csak egy-egy mondatot írtam. Úgyhogy akkor vetítsünk, és akkor próbáljuk így két oldalról nézni együtt. Ezek a címadó kis figurák, amelyeknek ugye mondhatnám, hogy Deák Csillag és Körös Lajos itt van körünkben, igazából megszerkesztették a szellemi hátterét, meg is fogalmazták, de nagyon szívesen vették, és én is örültem neki, hogy együtt tudtunk dolgozni, amikor ennek az anyagnak, amit ők nem láttak, csak a kiállítás megnyitón élőben, igazából digitális, tehát a képernyő méretben voltak képesek megtekinteni, de nagyon örülök, hogy mégis megszületett ez az értő szövegük, ami egy rendhagyó szöveg, és ez a kiadvány ugye csak erre a kiállítási anyagra született. Itt tulajdonképpen a hagyományoknak, a hatalomnak, a kicsit a misztikumnak, a felvonulásnak, a hódolatnak és rokonfogalmaknak a játékát látjuk, és hogyha tovább megyünk, akkor ezeknek a variációja, amely tulajdonképpen ezt a elvont, nem konkrét korhoz kötött, nem konkrét hatalmi szituációhoz kötött, kicsit metafizikus vonulást rögzíti. Ha tovább megyünk még, megint csak újabb és újabb figurák, a figurák azonosak, menetelnek, mondhatni kisebb hadseregek vonulgatnak a mezőben, és ha még van ezekből, akkor ezt fussuk át, igen. Itt a klasszikus elemek közül a tűz és víz, aminek nagy kedvelője vagyok, mármint használni ezeket a jelképeket. Nézzük a következőt. Ugye ez a meghívó címlap,
tulajdonképpen a vezérfigura. És ennek a, ezeknek a figuráknak, ugye mondod, hogy egyformák, ugye ez egy, egy összefoglalása a tulajdonképpen a humanoid formának, végül is megismétled önmagát. Ez frottázsral készült, vagy mi, milyen? Mi, eredetileg fametszet, és aztán szitába lett áttéve, és úgy lettek a figurák sokszorosítva. Ugye itt a fametszet kliséjét látjuk. Ez be van fotózva, vagy be van szkennelve, már pontosan nem is tudom. És a többi pedig szita sokszorosítással a vonulás, ugye sokszorosított figurái. Ennek van valami a számomra egy olyan utalás is, a népi díszítőkedvre szeretnék egy picit. Parancsolj! Nem, csak hogy végül is ugye nem az anatómiai hűséggel foglalkozol egyáltalán. Itt azt mondod, hogy egy lépő figura, ami a kezében, a tenyerében, a tenyere fölött tart valamit, amelyek ugye azok a változók, önmaga meg a konstans állandó, ami... Jó, oké. Okay. Akkor előbb már láttuk az első nagyobb méretű szénrajzot, amelyek tulajdonképpen fiktív oltárok, valóban egy nem meghatározott letűnt kultúrának, mindenképpen az emberközpontú egykori kultúrának a nyomai, amelyek egy természeti közegbe vesznek, veszik körül őket a organikus környezet, és hát ezek ilyen 140x100-as méretű rajzok, szénmunkák, kevés aranyfüstlemez applikációval. Úgyhogy ebből van 4 darab, menjünk tovább, amelyek hát hol egy oltárszekrényt, egy szakrális önmagában zárt formát rejtenek, illetve nyitnak föl előttünk, ahol a korábbi nemzedékek jelképes jelenléte, vagy azok a kultikus tárgyakként is fölfogható kis figurák hevernek, szerepelnek, minden esetre mozdulatlanságra ítélve jelenítettem meg őket. A szakralitás mit jelent neked egyébként? Vagy miért fontos neked a műveken? Azt gondolom, hogy vannak az emberi, ismert emberi történetben, tehát az emberiség kultúrtörténetében mindenkor a változó szellemi, eszmei közegben megvannak minden esetben megtapinthatóan, láthatóan, fennmaradt módon azok a megtestesült tárgyak, vagy nevezzük ma oltároknak, szent helyeknek, amelyeket természetesen az európai 2000 évben templomoknak nevezünk. A nagyobb közösségek templomokat építettek, és hát azon belül végzik a szertartásaikat. Tehát ezek a helyek akár személyesek is lehetnek. Most csak egy egyszerű hasonlat, ugye, hogy volt a egyszerű népi építészetben is egy szent sarok, ahol megvoltak azok az olajnyomatok adott esetben, bármilyen egyszerű és szerény technikai, anyagi kivitelben, amit vásári figurációk voltak, és ezeket tartották otthon, vagy azok a kegytárgyak, amelyeket korábban, de akár a mai napig is búcsukban vettek és vásároltak. Tehát tulajdonképpen a transzcendenciának, az arra való törekvésnek, vágyódásnak a lenyomatai, tárgyasult formái. Úgyhogy ezek vannak itt igazából fölnagyítva, konkrét vallási hovatartozás nélküli utalással természetesen. Mondtad az érdekes benne, hogy szerintem, hogy te egészen sajátosan fogod ezt fel, de utalások vannak, te szétszeded a szakrális világot, és magad módján rakod össze, és új jelentéstartalmakkal igyekszel felruházni egy-egy ilyen művet mondjuk. Igen, nézzük akkor a következőt. Ugye, itt már más történetek is zajlanak a háttérben, nem feltétlenül építő és pozitív utalásokkal.
De nyilvánvaló, hogy a félelem és a remény és a menekülés is ezekbe a fogalomkörökbe tartozó módon kapcsolódik ezekhez a tárgyakhoz, vagy ezekhez a oltárszekrényekhez ez esetben. És akkor van még egy negyedik ebből a nagyméretű dologból, ami leginkább talán a temetkezési helyeket idézi föl, hanem is konkrétan. Tehát mondjuk egy nemzedék, egy nagy családi kripta, ha kell hozzáfűzni még valami konkrétumot. Akkor nézzük még azt, ami ezen a hordozón van. Most igen, ezek a figurák tovább éltek, és itt már összetettebb technikai játékok is folynak, részben fotografikus eljárások, ugye, részben pedig olyan kapcsolások, amiket az ember nem akar túlmagyarázni. Hogyha ezt a hódolatsorozatot most levetítjük egymás után, akkor ebben sok olyan van, amit nem feltétlenül fejtenék ki, mert talán felesleges is lenne, illetve nem biztos, hogy ez olyan egyértelmű mások számára. Úgy gondolom, hogy egyébként is a világ legegyszerűbbnek tűnő képi ábrázolása is nézőként és magyarázatként, hozzáfűzött magyarázatként nagyon eltérő lehet. Na most, ahol egy kicsit ambivalens a vizuális megítélés, ott ez teljesen természetes. Én, hát ha úgy tetszik, erre utazom, hogy ne legyen annyira egyértelmű, de mondjuk itt a jobb oldalt, ezen a vetítő vászon talán a torinói lepel még kivehető, ami szintén egy utalás, és mondjuk ők ketten pedig teszem azt a Mars egyik kis bolygójáról jöttek, hogy még egy kicsit szórakoztatóbb legyen az előadás. Már nem az enyém, hanem az a képi. Na és akkor menjünk még tovább, mert most ő még így visszakapcsol az AV-ra. Igen, itt van egy pár hatalmi szimbólum, illetve ezek a udvari mutatványosok, akik hát nagyon ügyesen legyőzve a gravitációt dobálják a tűzgolyókat. És igazából... Bocsánat, hogy a szabadba vágok, hogy a Szita sorozatodban az egyik, az első darabján a sorozatnak, tehát nálad nem igazán jellemző azt, hogy szöveget építesz a képbe, vagy olyan konkrét utalást teszel, ami elvezeti a nézőt ahhoz, hogy a képet értelmezni tudja. De az első képen ott volt egy szöveg szépen belerejtve a figura és a jobboldali kompozíciós egység között, az volt odaírva, hogy nincs jel. Igen. És ezt miért tartottad fontosnak, hogy az... Én értem, hogy nincs több olvasatú az, hogy nincs. Igen, jel, ez valóban sokfenekű valami. Hát ugye egy erőszöv is, a szószoros értelemben, ugye, amikor megakad a adás, ugye, és szétesik a kép, akkor ez föl van tüntetve a képernyőn, akkor fényképeztem ezt le, és egyfajta, hát egy lehet ezt egy lelki, tudati, szellemi válságnak jeleként fölfogni. Túl triviális lenne, hogy most ezt így akarnám meghatározni. Igyekeztem annyira elrejteni, hogy ne lehessen nagyon észrevenni. Akkor elnézést. De azért olvasható, tehát ez nem igen. Baj. Itt most túl erős a fénye ez a képsorozathoz, de hát mit tegyünk, hogy ugye ezek azok a bizonyos korfui útmenti elhagyott szent kis oltárok, imahelyek, baleseti helyszínek, esetleg halálok emlékei, emlékezve a utódok valakinek a emlékére állították. Sok helyen meglepő módon teljesen kieső és nem nagyforgalmú utak mentén, tehát nem feltételezhető, hogy komoly autóbalesetek lehettek volna. Kétségtelen nagyon kevés templom volt, elsősorban persze Korfu városában, de a vidéken, ahol ezeket fényképeztem, ott gyakorlatilag nem igen voltak templomok, és feltetően ez is betöltötte azt a szakrális szerepet, amit egy templom egyébként. És elképesztő állapotúak voltak, mondhatni
ilyen antropomorf lényekként álltak az út mellett, sokszor komoly építészeti emlékként, hogyha megyünk sorba, nézzük őket, barkácsmunkák, ügyeskező vagy kevésbé ügyeskező lakatosok, nagybácsik csinálhatták valakinek valamikor, ugye, ha betört az üveg, akkor tettek bele fóliát. Sokszor meggyulladt önmagától is a benne lévő anyag, úgyhogy akkor kiégett, aztán világvége kettőn, az ember talál egy ilyen roncsot, és akkor ég benne a mécses. Szóval nagyon érdekes találkozások voltak ezekkel a házakkal végeredményben. Ha végigfutunk rajtuk, akkor látjuk, hogy van, ahol kifejezetten jobb állapotúak, és más karakterűek is szépen megépítettek. Mai napig is, bár ilyeneket elég keveset láttam, ezeket a mondjuk úgy, hogy nehéz sorsúakat gyűjtögettem, de kétségtelen, hogy ma is építenek, készen lehet kapni vasbetonból szépen színesre festve az helyi tüzépeken, amit hát nyilván hazavisznek többnyire a kertjükbe, de ezek az útmentiek, szóval lényegében három napig a kis Citroennel azért szaladgáltunk a nejemmel a hegyekbe, völgyekbe, mert rájöttem, hogy ezeket én be akarom gyűjteni. Hát ez olyan, mint egy kis busz megálló, vagy ki tudja mi. Ja. És Péter, ugye monokróm képeket látunk, ezekhez nem nyúltál hozzá, ez egy gyűjtés. Igaz? Ezek de színesek. De alapvetően színesek. Természetesen színesek. És akkor mi okozta azt benned, hogy... Nem akartam én. Nagyon szép színek vannak természetesen, ahogy egy ilyen egykor festett, megrozsdásodott, leégett bent a kis Szent György nyomat, vagy éppen Mária Kisdeddel ortodox illusztráció ott van. Nem akartam ezt, főleg a kiállításon nagy méretben és színesben megjeleníteni, hanem inkább azt, hogy ez mit sugall, tehát kicsit vissza időben is, mondjuk ez egy 120 évvel ezelőtti barnított fotó, ami fölidézi azt, hogy kortalan ez a történet és ez a világ, ami ott van, ami valójában az is. Ugye? Úgyhogy ezek akkor nem tűntek számomra olyan jelentősnek. Most, hogy így összeállt ez a kép a Bartók 32-ben, valahol a maguk szerény módján viszik, ha úgy tetszik az ászlót, vagy legalábbis jelen vannak, és dominánsak, bármennyire is tenyérnék kis képecskék. És hát ugye nem a készítőiket semmiképpen nem lehet a túldíszítettség vádolni, tehát hogy nagyon puritánok. Egyszerű, arányúak igazából gondolom azok az anyagok, amihez hozzájutnak, és na de itt egy-kettő ilyen, példa, igen, ami hát van benne egy díszítési vágy, ami meg is valósult, és széppé vált, ugye, az előtérben az a elégen lehasznált kis asztalka a kerti székkel, az már azért kiegészítő. Tehát úgy képzeljük el, hogy egy szándékosan, hogy ezeket begyűjtsed, egy túrát tettetek Elindultunk, csak aztán, amikor már ugye a tizediknél voltam, akkor azt mondtam, hogy akkor most akkor nézzük meg, hogy még mennyi van hátra. Volt, úgyhogy ez egy válogatás ebből a nagyobb anyagból, mondjuk azt hiszem 18 darab, vagy mennyi van ott kiállítva. B32-ben. Van még egy nagyon szép, mondhatni klasszikus görög építészetet idéző, ha jól emlékszem. Ez igen, ez nagyon, nagyon érdekes. Ez komolyan megvan. Tervezve, úgy tetszik. Jó, akkor ha egy kicsit gyorsabb léptekkel megyünk, akkor itt még átlépünk a hátralévőkön. És akkor ez a rajzsorozat, ami kapcsolódik, de már érintőlegesen és egy kicsit más világot felidézve. Ez tavaly ilyenkor, egy olyan hónap alatt született ez a közel 30 rajz, amivel tulajdonképpen lezártam a kiállítási anyagot a maga sorozatával
Már hiszem, hogy 9 darabot állítottam csak ki, mert nem szeretem a zsúfolt kiállításokat. De hát azért nagyon jellemző, hogy a rajzolás az nem csak a pályakezdő korod óta, hanem egész fiatal korod óta nagyon jellemző rád. Sőt, csináltál egy nagyon-nagyon picike, ilyen ekkora ceruza rajzokat, kihegyezett 0-1-es csőtollas, nem is tudom milyen, rotring grafit, hanem elképesztő különlegesek szerintem azok a rajzok. Annak lesz útja, még lesz mód arra, hogy Stefanovics Péter jó szemüveggel elkezdjen. Ahhoz önöket. Több kellett már akkor is, mint jó szemüveg, hanem nagyító? Speciális nagyítók és állványok, amin szintén újabb nagyítók voltak. Szóval képzeld el, hogy a 0-5-ös grafit, ami a legfinomabban ki van hegyezve, polírozva, az körülbelül a képi látványnak az 50%-át betöltötte. Tehát egy egész kis mozdulat csúnya dolgokat művelt. Úgyhogy elég nehéz volt irányítani. Nem tudom, hogy... Szóval nem javult az ott a szem. Nem tudom, hogy meg tudnám-e ismételni ezt a... Akkor hadd kérdezzek egy olyat, hogy Erdély, Kárpátalja, Délvidék, Felvidék, mit jelentenek neked személyesen ezek a vidékek, és mit jelent a művészetet számára a külhoni magyarok hagyatéka, kultúrája és a művészete? Hát erről lehetne egy kicsit többet beszélni, de most nem, mert akkor a többi elmarad. Részben a 70-es évektől, egész pontosan 70-től, mondhatni az elmúlt 5-10 évig bezárólag, amikor is Elekes Károllyal, meg Entori Gallal, ugye, két templom is elkészült, az első 94-ben a Siklódi református templom 35 figurális bibliai jelenete, amit az Elekessel felosztva egymás között a teret csináltunk önállóan, ki a maga kazettáit, illetve aztán Anthony és mi ketten meg a gyilkostói Szent Kristóf kápolnának a 34 méter hosszú körképét csináltuk meg Elekessel. Ezek nagy kihívások voltak, és óriási megmérettetések, vagy örömök, vagy ajándékok, ki hogy látja. Ehhez az kellett, hogy az ember ott legyen. Tehát gyakorlatilag rengeteget jártam barátokkal, ismerősökkel, időnként történész barátaimmal. Felvidékre és Erdélybe elsősorban, az utóbbi időben sikerült egy párszor Kárpátalján is megfordulni, és Délvidéken is. Hát a régi magyar kultúrkörnyezetben, ahol bizonyos tekintetben legalábbis a rendszerváltoztatásig sokkal, hogy mondjam, építőbb jellegű eszmecserékre került sor, az ottaniak nagyon nehéz sorsa ellenére valahogy az a levegő is, azok a problémák emelkedettebbek voltak, mint kis hazánkban az akkori, különösen a rendszerváltoztatás megelőző, mondjuk úgy, hogy politikai színezetű csetepaték. Ugye az ember mindig úgy érezte, hogy nem adott inkább, hanem kapott tőlük, amikor ott járt, és hát elég sok időt töltöttem ott, és ehhez kapcsolódott az a szerencsés, természetes folyamat, hogy hát akkor itt van ez a templom, fölépült, hát akkor meg kéne csinálni a mennyezetét, és így tovább, és akkor, hát akkor csináljátok meg. És akkor megcsináltuk, szóval ennyi. Ez természetes volt. Most így utólag belegondolva, egyrészt a változások olyanok minden tekintetben, hogy ma már olyan bürokratikus akadályokba ütköznénk, hogy az rettenetes, nem beszélve, hogy mások a minden tekintetben a viszonyok. Tehát az akkor sikerült, nagyon sokan álltak a dolgok mögé, hát nem a templom ügyben, de abban is. Úgyhogy ezek fontos időszakok voltak. És ha már itt tartunk, akkor mit gondolsz a magyarság életének, nyelvének, kultúrájának, a művészetének a jelenlegi helyzetéről? Ugye van rálátásod, de kíváncsi vagyok arra, hogy te mit gondolsz erről, és milyen jövőkép rajzolódik ki előtted az ott élő emberek számára, és szerinted mit tehet egy mai anyaországi művész? Oh.
Hát amit tehet, és ez esetben itt az akadémia körein belül is, amit teszünk, azért a lehetőségeinkhez képest nem kevés. Tehát van egyfajta kapcsolattartás, vannak a határon túli magyarságban élő művész tagjaink, az akadémiának tagjai valamennyi művészeti területen. Tehát van egy élő kapcsolat. A másik közös programokat csinálhatunk, bekapcsolva őket, bekapcsolva azokat a helyszíneket. Ez egy természetes állapotot hoz létre, ami ezen túl társadalmi méretekben való gondolkodást jelenti. Ezek már más kérdések. Csak felidézném a korai szabadság időszakát Székelyföldön a református lelkész Zolti bácsi barátunk azt mondta, hogy hát ez egy rettenetes dolog, amit ti csináltok most, ez Antal kormány alatt volt. Most csábítjátok a fiatalokat Magyarországra, ott elvégzik a főiskolát, egyetemet, és eszükbe sincs hazajönni. Hát ezt nem szabad engedni. Hát vissza kell őket toloncolni, és el kell venni tőlük az útlevelet meg. Mondom, Zolti bácsi, nincs harmadik út. Vagy van útlevel a zsebben, vagy nincs. Ha nincs, az nem jó. Ha van, akkor meg azt sem, amit akar. Mert nem lehet meggátolni. Nincs jogalapod. Ha szellemileg a kötődése okán megteszi ezt a lépést, akkor jó. Hát így érintőlegesen utaltál a magyarországi helyzetre, úgy vettem észre. Na akkor szerinted mit tehet egy képzőművész egy olyan társadalmi szituációban, ahol láthatólag az egész társadalom gyakorlatilag polarizálódott? Hát először is ugye ez egy magánjátszma, legyünk őszinték. Magunknak csináljuk, egy-két körülöttünk lévő barát megveregeti a vállunkat, és jó esetben még talán a rokonok is elnézik, de hát ha nincs egy belső meggyőződésed, ami nem feltétlenül egy vakság, és különösen nem egy túlterjengő önbizalom, akkor járod az utad. Hát ha kiürülsz, akkor jön a csend. Ugye? Ez az a valami, amit egy életpályának lehet nevezni. Nyilván, ahogy múlik az idő, az ember nem zajosabb lesz, és nem feltétlenül a trendekkel szörfözik, hanem talán szűkebb fogalmazásokban, tőmondatokban gondolkodik. De ez egyéni. Ez egyéni, tehát itt nincs recept. Értem, mondjuk sok évet töltöttél a művészet oktatásban, jelesül a felső oktatásban, és neked, ha így visszaemlékszel, milyen tapasztalataid vannak a minket követő generációk felkészültségét illetően, és az elhivatottságukat és a teljesítményüket illetően? Teljesítményüket, meg az elhivatottságukat ugye nincs jogom, meg lehetőségem megítélni. Nem irigylem őket különösebben, ugye annak idején az egyetemen jó sokáig, és ez utólag derült ki, még Krocsák mester és társai, fiatalabb Barcsai mesternek is köszönhető volt, hogy nem kaptunk művészdiplomát, középiskolai tanári diplomákat kaptunk, és lehetett menni tanítani, meg lehetett élni, mert hogy művészdiplomát adni valakinek merészség. Ma már nincs tanári diploma, külön évek kellenek hozzá, ugye? Azt finanszírozni kell. Ma mindenki művész. És még hát hozzátartozik, hogy az egyetemen mi az összegyetemi évfolyam volt annyi, mint ma egy évfolyam. Létszámát tekintve neked nem kell mondani. Nem demagógia, de mégis miért kell évi 120-130 ember, hogy kirepüljön. Országos szinten több van. Na, az országos szinten, arról nem is beszélve. Most ne csak a képzőművészeti egyetemről beszéljünk. Igen. A más képzőhelyeket összevetve, akkor itt több száz. Hát ezek egy privát véleményem. Annak idején elmondtam Pokorni miniszter úrnak is, amikor éppen nem volt miniszter, hogy talán nem kellett volna ezt a bolognai modellt ezen a területen bevezetni, hanem intézményt kellett volna finanszírozni. És akkor nincs fejpénz, és akkor nincs annyi fölvett ember, és akkor nincs ez a gond. Legalábbis nem ilyen mértékű. Jó, de Péter, te mondtad néhány éve, nagyon megragadt bennem az is, hogy de hát mezőnyben lehet focizni. Igen. Tehát, hogyha nincsen képzés, vagy nincsen
tehát az egészséges kiválogatódás elve alapján végül is a szűrő majd fennmarad az, aki arra érdemes szakmailag, de ahhoz meg kell egy mező. Ez így van, csak kérdés, hogy az NBA egy hány csapattal fut? Ugye 6-tal, 16-tal, 32-vel? Vagy most például az Európai Futballligába benyomjuk a 36-ot, azért mert hát érdek, értem, anyagi érdek, ugye? Ha itt tartunk, akkor szerinted milyen jövő prognosztizálható a fiatal pályakezdők számára? Ahogy a nemzeti alaptantervnek a mondjuk úgy, hogy átsuhanó időszakát itt a késő őszön, itt az akadémián is megkaptuk egy rövid idő alatti javaslattételre, és aztán, hogy idézem elnök úr szavait, ez az alaptanterv nem javasolt bevezetésre, és ezért nem támogatom ő mögötte az akadémia szakértőivel, vagyis olyan oktatási rendszert és lebontott, egészen óravázlatokig lebontott rendszert kéne fölépíteni, ahol például ezek a hallgatók tudnának egyrészt egzisztálni, másrészt valóban tanítható lenne az, ami ma már nem tanítható, csak fakultatív órászámokban, vagy óra időszakokban, tanítási középiskolában például a tanítási idő után, mert ma éppen erősebb a lobby az informatikus képzés és a természettudományos képzés területén. A vizualitás, és most nem kizárólag a művészetekről beszélek, de összefoglalva valamennyi művészetet értem ezen, háttérbe szorultak. És akkor, nincs középiskolai képzés. És akkor milyen lehetőségekkel számolhat szerinted egy szakmai tekintetben egy fiatal pályakezdő művész, egy középgenerációs alkotó, és milyenekkel a már jelentős életműveket maguk mögött tudó dolgának? A fiataloknak ott a világ, ugye, ami nem biztos, hogy garancia arra, hogy egzisztenciálisan megtalálja a számításait, de azt mondjuk nekik, hogy gyerekek, próbálkozzatok. Nagy a világ? Nagy a pálya. Széles, igen, a világ? Nincs hossza, nincs széle, úgyhogy lehet menni. A középgenerációnak is, annál idősebbeknek, mint vagyunk például, ugye, megvannak azok a viszonylag friss és feltétlenül pozitív változások az életükben, ami például még egy éve sincs, hogy kormányzati döntés okán ugye a középdíjasok életjáradékot kapnak 65 év felett. Ez óriási dolog. Létrejött a nemzetművészek kategória, ami hát egy egészen kiemelkedő életpálya után járó ellátmány, hiszen betöltött 65. életév kell hozzá, és egy Kossuth díj. De akkor is ez egy olyan nagy lépés, ami eddig nem volt. Most ősszel indult el egy 3 éves ösztöndíjrendszer, ami hát 3 évig tartó, havi 200 000 forint, ugye? És ezt 300 ember kaphatja meg a 3. év végén, mert mindig felfutó rendszerben épülnek ezek meg. Úgyhogy ezeknek a ma mondhatni 50-60-70 éveseknek ez egy meglévő realitás, ami nagy változást hozott az életükben. Vannak olyan rétegek, ami teljesen természetes, hogy nem tud lefedni mindent egy intézkedés, tehát a korosztályok azok kiesnek ebből, de hát ez... De tesz kísérlet. Hát hogyne, egyrészt a változás most indult, másrészt meg hát azért ilyenkor mindig azt mondom, hogy vessük már össze azokkal az országokkal a helyzetünket, akik hasonló helyzetben vannak, mint mi, vagy voltak és lettek, hogy ott milyen az ellátás e tekintetben, vagy a lehetőség. Akkor kapunk reális képet. Na most a jelenkor művésze hogyan viszonyulhat a már társadalmi szintű ízléstelenséghez? A furcsán értelmezett egyéni érdekek mentén megjelenített közízlést sértő köztéri horror szériával szemben. Erős napszemüveg. Szóval... Szinte lehetetlen. Szóval egyfelől ugye azt vágytuk, ahogy az előbbi erdélyi hasonlatnál is, hogy legyen szabadság, hát akkor lesz, hát akkor én csinálom a vízfejű Miskahúszárt, akkor fölállítom, ha van pénzem. 12,5 méter magas, látott már valaki ilyen Miskahúszárt?
Nem, ott van Pákusz határában, ugye? Én elmentem, megnéztem. Ugye? Van egy tervem 8,5 méter magas piros hintaló mellé. Mikor, hol? És akkor ha azt megcsináljuk, akkor rendben van, szóval. Mert egyébként is hogy néz ki egy huszárló nélkül, szóval. Úgyhogy, hát erre csak azt lehet mondani, hogy bontani is kell néha. Teljesen mentesen a politikától. Esztétikai rohamcsapatok indulnak el, és fűrészelnek, és robbantanak. Nagyon nehéz ezeket a helyi érdekeket és a magánérdekeket kiküszöbölni, és hát lektorátus már nincs, és úgy látszik az ízlés meg nem uralkodott el. Nos, akkor Péter, beszéljünk a személyes szerepvállalásról, a művészeti közéletben vállalt munkákról. Én úgy gondolom, hogy általában nem az ember keresi magának a közfeladatot, hanem a feladat talál rá az emberre, és a pozíciókat nem mi keressük magunknak, hanem a szakma, a kollégák bizalma az, ami végül is bejez bennünket egy-egy adott helyzetű megbízatásba. Ilyen esetben lesznek, akik rosszallóan, elégedetlenkedve vagy irigykedve viszonyulnak hozzánk, mások viszont bizakodva és örömmel fognak támogatni vagy segíteni a közösségért való foglalatoskodásban. Ja, és persze mindig vannak, akik igyekeznek általad közelebb kerülni a tűzhöz, vagy esetleg kifejezik segítségnyújtási, hogy ne mondjam, hálaadási szándékukat, ha és amennyiben, a nekik dedikált szelet reményében a nagy tortából. Rengeteg áldozattal jár ugyanis a szakmai életben kifejtett aktivitás, ráadásul sok mindenből ki is rekeszti magát, és családtagjait is, természetszerűleg az ember, például a pályázatok vagy a díjazások esetében. Hogy világosan fogalmaznak, nem adhatsz magadnak fontos szakmai díjat, vagy ösztöndíjat, ha benne vagy a bizottságban, amelyik megítéli azt. Mindent összevetve tulajdonképpen miért vállalkozik egy egyébként aktív alkotó a művészi munkája mellett a szakmai szervezetekben történő intenzív részvételre? Esetenként pedig olykor miért is vállal vezető szerepet? Hát nem lehet rá jelentkezni, tehát ez nem magyarázkodás, de valóban amivel kezdted, hogy ez egy közösségnek a döntése, amit mi szigorúan titkos szavazás útján szoktunk lebonyolítani. Tehát nincs meg az, hogy akkor tegyétek föl a kezeteket, te is tedd föl, mi van, nem akarod? Szóval ilyen nincs. Jönnek a papírok, valakik összeszámolják, és kész. Ami a személyes szerepvállalást, vagy ez egy nyilván egy folyamat. Nyilván az embernek mindig voltak, főleg kamaszkorában apjával kisebb-nagyobb csetepatéi. Ő is nyilván oktatási célból mondta nekem azokat, hogy az ő nagybátyja azt mondta neki, hogy amikor beszélgettek, hogy mi az, hogy nem tudod? Mi az, hogy nincs véleményed? Tudjál meg nagyon sok mindent, legyél tájékozott, és mindenről legyen véleményed. Hát ez úgy megragad bennem, most már inkább azt mondom, hogy van véleményem, de talán nem mondom el. Nem óvatosságból, csak nem kell mindenbe belebonyolódni, szóval meg minden rossz májúság nélkül vannak ötletek, mindenkinek vannak jó ötletei, de akinek a legjobb ötletei vannak, annak kell húzni aztán. Ja. Úgyhogy ebben is megvan a szépsége, hogy te nagyon jó ez, Józsi, akkor igen, akkor te leszel a főkurátor. Szóval ez egy játék valóban, és konkrétan az akadémiának a képzőzeti tagozatában azért vagyunk, vagy legalább egy tucatnyian, és akkor lehet, hogy keveset is mondtam, akik különböző időszakokban, különböző szakmai közegekben így-úgy vállaltunk szerepeket. Magyarán egyrészt tisztességesen viselkedtünk egymással is, egymás szemébe is tudunk nézni, és tudunk egymásra támaszkodni. Ilyen egyszerű a dolog, és ezen keresztül meg is tudjuk egymást becsülni, meg is tudjuk egymást ítélni, úgyhogy ez már nem fog változni. Ez így marad köztünk, ameddig vagyunk. Arra kevésbé válaszolt, hogy miért vállal egy képzőművész, egy aktív képzőművész szerepet, hogy akkor, de jó van, ha nem akarsz, hát nem mondja. Lehet, hogy akkor túl okos voltam, vagy sok mindenről van véleményem, és akkor azt mondják, hogy
hát ez tényleg nagyon okos dolog, akkor megválasztunk. Igen. Ugye? És ennek van egy behatárolt időszaka, még van 2 év. Péter, futball vagy tenisz? Hát szerettem teniszezni, amíg olyan jól esett, meg még nem fájt annyira a vállam, meg a kenyekem, ami élet. Ugye szokott lenni. De a foci az majdnem addig végigkísért, amikor másodszor vagy harmadszor voltam a műtőasztalon, akkor azt mondta Dezső barátom, a sebész, hogy na most már tényleg abba kéne adnod ezt a hülyeséget. Szóval abban az a jó, hogy együtt csináljuk, tehát egy igazi derbi csapatjáték, és hát az embernek ez élmény. Volt olyan, hogy hatalmas derbi után olyan jól sikerült a sörözés, hogy visszamentünk a focipályára, és akkor még nyomtuk estig. Szóval élmény volt a közös játék, és hát ezért jobb volt. Igen, értem. Most megint magányos úszóként a Lukácsban az órával. Na és hogyha már sportnál tartunk, akkor most itt idézek. Na. A élő klasszikustól magamtól, igen. A Magyar Művészeti Akadémia nagyon sok kritikát kapott a társadalom különböző rétegéből. Voltak gyalászkodó újságcikkek, rádió és tévéinterjú, képes szöveges beszámolók, véleménynyilvánítások az interneten, a Facebookon és szinte minden lehetséges formában. Gyakran illetik az MMA-t azzal a váddal, hogy nagy részben olyan jobbára önjelölt művészeket emelt a tagjai közé, akik nem alkottak semmi jelentőset eddigi pályájuk során, szinte vagy teljesen dilettánsok, persze tisztelet a kivételnek. Az is gyakorta szerepel a vélemények között, hogy egy teljességgel illegitim szervezet az MMA, akik az adófizetők pénzét herdálják el a nagy semmire, amúgy pedig az égvilágon semmit sem tesznek, sem szakmailag, sem pedig társadalmi vonatkozásban, nem is tudnak tenni semmit, mert nem kompetensek semmiben, nem is értenek semmihez, továbbá az akadémikusi címek egyetlen esetben sem feltételeznek semmiféle előképzést vagy iskolai végzettséget, hiszen csak úgy kapták azt ezek a beválogatott hűbéresek egy hazai viszonylatban jelentős havi zsoldért cserébe. Ergo, hogyan és miért kapnak rendre az akadémikusok minisztériumi típusú megbízatásokat, holott semmiféle szakértelmük nincsen az efféle feladatok ellátására? Milyen jogon mondja meg az MMA, hogy ma mi is a művészet és kik azok? Melyek azok a projektek, amik méltóak például egy-egy támogatásra? Ja, és persze mindemellett, vagy mindezekkel együtt az MMA úgy, ahogy van, kirekesztő. Hogyan vélekedsz erről, Péter? Méltósággal viseljük a szavakat sok esetben, és sajnos be kell állítani, hogy kevéssé alátámasztható tényekkel, de az ember felesleges vitába nem kerül, különösen arctalan és ma már jellemzően internetes felületekkel. Én, ha végén kezdjem, nem tudok minisztériumi megbízásokról egyáltalán. Úgy vélem, és az a tapasztalatom, hogy a minisztériumi főosztály sokkal vékonyabb személyi állományát tekintve, összetételét tekintve, és főleg vállalt feladatok tekintetében és finanszírozásában. Átadtam már korábban ezeket a feladatokat. A rendszerváltoztatás után sok olyan szakmai vezetésű szervezetnek, amikor még tett is hozzá támogatást, ma már nem tesz. Csak egy példát mondjak, a legfőbb szakmai társaságok, tehát szobrász, festő, grafikus társaságok évi 200 000 forint támogatást kapnak december végén az elmúlt évre vonatkozóan. Hát csak úgy érezzék a törődést. Igen, hogy lehessen adminisztrálni egy picit. Hát abból 2 körlevelet küldhet ki, de a levélnek nem szabad, hogy szakmai tartalma legyen, mert arra már nincs semmi fedezet. Tehát ilyen értelemben ezek fikciók, és a valósággal egyáltalán nem találkoznak. Az, hogy mi a történetisége a Makovec Imre által kezdeményezett egyesületnek, amit Magyar Művészeti Akadémiának
neveztek el a társaikkal, és ez 2012-ben hogyan vált köztestületté és kapott költségvetési támogatást, tehát ezeket le lehet olvasni ma már bármilyen felületen, meg lehet nézni. A tevékenységünket pontosan lehet követni. Az, hogy mi bármit megítélhetnénk, lásd köztéri szobrászat, egyszerűen ez egy fikció, szóval erre nincs mód, nem hatóság, nincs lehetősége. Egyénenként, de számon kérik rajtunk egyébként. Igen, persze, mert hát az nyilván a mi hibánk, hogyha egy Miska Huszár például elhatalmasodik a világban. Ugye? De azt tudom mondani, hogy egyénenként kiki a szakmai megbecsülése okán meghívást kap egy bizottságba, mint XY alkotó, vagy egy zsűribe, hát az egy más kérdés. Én inkább azt látom, hogy azt kívánják sokan az akadémia oldaláról is, nem a vezetésről, hanem a szakmabeliek közegéből, hogy hát mi nem csapunk oda, hát nincs, nem hatóság, nem is akarunk azok lenni, nem is lehetünk azok, vannak jogi kategóriák, amik e tekintetben ellenállnak, és nem is lenne jó, ha nem így lenne. Te, aki tagozatvezetőként is sok az MMA hatókörébe tartozó és a társadalmat közvetlenül érintő döntésben nyersz betekintést, vagy olyan művészeti projektekbe, pályázatokba látsz bele kurátorként, ahol végeredményben konkrét dolgok születnek. Hogyan látod ezt? De kérdezhetném máshogy is, akadémikusként, ráadásul tagozatvezetőként találkoztál-e már kirekesztéssel, például a képzőművészeti tagozatban mondjuk világnézeti, politikai, faji, vallási vagy egyéb okokra, akár burkoltan is hivatkozva. Volt-e valaha olyan eset a látókörödben, hogy valakit kirekesztés vagy hátrányos megkülönböztetés ért valamely szakmai okokon kívül indok miatt? 2009-ben kerültem még annak idején az egyesületi szerkezetbe. Egyáltalán nem emlékszem még gondolati háttérként sem ehhez hasonlóhoz. Meg kell mondjam, hogy azt hiszem, hogy testületileg mi lennénk elsők, akik esetleg, amikor besuhan valamilyen gondolat a nyitott ablakon, akkor azt mondjuk, hogy na nem, azt tessék bezárni gyorsan. Szóval nem. Ezt nem. És ha már erre ugye válaszoltál, akkor kérlek arra is légy szíves, hogy téged vagy valamely akadémikus társunkat érte valaha elmarasztalás, hátrányos megkülönböztetés vagy kirekesztés pusztán azért, mert az akadémia tagja az illető? Hát, ilyet tapasztaltam, erre első miniszterelnökünk mondatát tudnám idézni, megbocsájtunk, de nem felejtünk. Jó, sokszor elhangzik, nem akadémikusok szájából, olykor akadémikus társaink felől is, hogy az MMA-nak erre vagy arra jelenségre, bizonyos kormánydöntésekre, civil megmozdulásokra, társadalmi eseményekre, sajtóvéleményekre reagálni kellene, állást kellene foglalnia, de az akadémia csak hallgat. Az akadémiát támadók szerint ez a hallgatás egyszerűen cinizmusból vagy szervilizmusból fakad. Azt is halljuk sokszor, hogy az akadémia hivatalosan nem reagál, a tagozat sem. Például a társadalom részéről erősen vitatott, például ha már a szoborokról beszéltünk, szoberállítások és a szobor eltávolítások ügyében sem, és így tovább. Véleményed szerint mi az oka annak, hogy nem nyilatkozunk, nem válaszoljuk meg az ilyen típusú kérdéseket, és nem állunk bele a provokációkba sem? Hát azért, mert nem állunk bele a provokációkba. Legtöbbször ezek nem szakmai alapon induló megnyilvánulások, hanem politikai akciók, amikbe tényleg nem akarunk belebocsátkozni. Azok a szintek pedig, amik mondjuk így, hogy az akadémia szervezeti megnyilvánulását tekinti, azok elnöki, elnökségi hatáskörök, ahol szintén azt tapasztalom, hogy egy józan megfontolás tárgyává teszik ezeket a megnyilvánulásokat, és valóban legfeljebb informálisan, amely csatornákat én nem is ismerek, tehát ott lehet lépni, nyilván kapcsolati rendszereken keresztül, de ez nem hatalmi kérdés, mert valóban azzal a hatalommal nem bírunk, mondhatnom, hál' Istennek. A művészetről és a művészeti életről és közéletről beszélgetünk tulajdonképpen, és szerinted miért jutottunk idáig, hogy mára szinte mindent, még ami nem is az, mégis politikai alapon vizsgálgatnak bizonyos körök?
Hát úgy gondolom, ahogy olvasom az okos emberek, társadalomtudósok, filozófusok munkáit itt-ott, hogy a hatalom az nagyon nagy csábító erő, és szeretünk hatalomba jutni és kerülni. Tulajdonképpen egy szociológiai, társadalomfilozófiai kérdés is, hogy mindenki bír hatalommal, egy adott hatalommal, egy adott közegben. Csak más szeretne. Többet. Nagyobbat. És ez általános. És ahol ugye nyílt politikai csatározások folynak, akkor ez természetes, de hogy ez milyen mélyen szivárog le és milyen indítékokat hoz, azokat időnként, négy évenként legalábbis alaposan megtapasztaljuk. Idén duplán is meg fogjuk tapasztalni, nem sokára, aztán majd ősszel. Ezt a területet igyekszünk azért kiki a maga szándékai és lehetőségeik szerint szárazon tartani, mint azt a jóféle puskaport. És szerinted mi a egy mai élő művész szerepe? Inkább úgy kérdezném, mi a dolga a művésznek? Ez területenként is nagyon változik. Tehát itt azért 9 művészeti ág, amely tárgyalkotó, amely előadó művészeti, zeneművészeti, elméleti embereket gyűjt össze. Kiki a maga területén nyilván azt a kultúrát szeretné a maga tevékenységével gazdagítani, amiben él, és nyilván azzal a tisztességes szakmai meggyőződéssel. Nyilván ez az egyetlen út, amivel nyugodtan állunk a reggelente a borotválkozó tükör elé. És Stefanovics Péter számára mi a következő szakmai művészeti feladat? Hogyan tovább? Mik a tervei? Hát közös terveink vannak. Ebben az évben egyéni kiállításokon túl szervezünk egy passzol kiállítást, ami a 30 éves határnyitás kapcsán kerül sor a Passzol Modern Művészetek Múzeumában, illetve hát októberben lesz a legnagyobb vállalkozás a tagozatnak, egy nagyobb kiállítás az erdélyi fiatal művészekkel, 45 kiállítóval és egy konferenciával kísérve, úgyhogy ezeket a programokat akarjuk végrehajtani. És akkor feltenném az utolsó kérdést, hogy pont annyi időnk van, úgyhogy abszolút mindent kiszámoltunk teljesen másodpercre pontosan. Egy olyan ember számára, aki különböző berendezkedésű társadalmi rendszerekben is élte már az eddigi életét, aki az analóg világból az idő előre haladtával és a technikai változásokkal együtt szépen át is sétált az új évezredbe, és ezzel együtt egy új évszázadba is nyilván, aminek már az első negyedén is lassan túl leszünk. Szóval egy ilyen mai közösségi embernek, humanista művésznek van-e valamilyen bakancslista félesége? És ha igen, akkor mi minden szerepel vajon ezen a listán? Továbbra is abban bízom, hogy lesznek még ötleteim, és hát a közös tagozati munka a hátralévő 2 évben, ami talán még rám hárul, amennyit ebből tudok, teljesítek, az nem fogja megváltoztatni a dolgokat, meg mondjuk így az állapotom se. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a dolgok rendjén mennek. Értem, de semmi nyitott piros Porsche, jacht van egy karibi kikötőben, én nem is tudom. Kaptam egy olyan jó búvárszemüveget a fiamtól, ami nem csak a szemre meg az orra megy, hanem az egész arcra. Értem. És ez ki kéne próbálni. Hát, ehhez persze le kell menni legalább a Adriáig, ugye, úgyhogy vannak ilyen céljai mégis. De viccet félretéve nincs olyan, nem is szokott lenni. Tehát bízom abban, hogy valaki majd súg, meg valami eszembe jut. És mielőtt elbúcsúznánk, néhány perc van még, áll még rendelkezésünkre, úgyhogy megkérdezem a jelenlévőket, hogy volna kérdés Péter felé egész nyugodtan, vagy felém, amit majd Péter megválaszol. De addig, mert ha nem nőnek föl a kezek annyira, akkor egy aktuális viccel. M. Novák fölrakta a kezét, de visszahúzta. Ja. De könnyű viccel búcsúzom, de azért lehet kérdezni valóban, ami hát gyakorlatilag aktuális, de főleg az irodalom kedvelőknek szól. 2 gése utazik a vonaton.
Az egyik Gárdonyi Gésa, másik Ady Endre. Hát, Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ma este ide közénk. Ezt a viccet különösen köszönjük. És hát nagyon jó egészséget, jó munkát és sok-sok szeretetet kívánok minden irányból számodra. Úgyhogy legyenek a pozitív terveid megvalósíthatóak, és tényleg a legjobbakat. És köszönjük a figyelmet mindenkinek. Én is köszönöm, hogy eljöttek ennyien, eljöttetek, és neked különösen, hogy meg is gyógyultál szinte.